Üdvözlöm, kedves barátaim! Sokan kérdezték, hogy mit jelent Krishna, kicsoda Krishna, mi ez az egész szó, mit jelent, és ma erről fogunk veletek egy kicsit beszélgetni, de előtte a nehéz helyzet kialakulása miatt szeretnénk, hogy a békessége ért mondjunk egy pár mantrát. Az egyik, amit én most elmondom, ez a Srimad Bhagavatam, és utána elmondom mantrát, ami mindenki tud velem együtt mondani, hogy legyen békesség, és ne legyen háború, és ne szenvedjenek, ne legyenek nyomorékok, ne halljanak meg az emberek. Svastastu visvasya kala prasidatam jayanto bhutani shivam mithodiyam manascha badram bhajatat adokshaje avyashatam nomatir api ahaituki. Ugye svast, legyen mindenhol minden kedvező. Mindenki vegyen menedéket Istennél, az odaadó szolgálat, az Isten iránti szeretet odaadó szolgálatnál, és kapjon ettől elégedettséget, és szűnjen meg az agresszió és más nehézség. Mindenki legyen boldog, és badram, békés és nyugodt. Nyugodjon meg mindenki. A legfelsőbb óral kapcsolatosan legyen mindenki segítsen egymásnak, mindenféle más szándék nélkül. Ez az egyik mantra, ez a Srimad Bhagavatam, vagy Bhagavata Purana, egy ősi írásból van. A következő, mondjuk velem, ez a Hare Krishna mantra, ami nem csak egyéni szinten hat, hanem a univerzum szinten is hat. A békességért mondjuk együtt háromszor. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. És most akkor beszélünk egy pár szót a mai témáról, hogy gyakorlatilag Krishna ez Istennek egyik neve. Mivel Isten végtelen, Istenség legfelsőbb személyisége végtelen formával rendelkezik, ezért meghatározatlan mennyiségű neve van. Krishna, Krisztus, Krista, Allah, és így tovább. Sokszor a cselekvés miatt mondanak a nevet Istennek. Valamikor mondják, hogy Yashodanak a fia, Yashoda Nandana, valamikor Nanda fia, Nanda Nandana. De védikus írások mondják, hogy gyakorlatilag Isten ő legvonzóbb. Ő a legvonzóbb személyiség, nagyon csodálatos, és ezért egyik főnevének ajánlanak használni, mint Krishna. Szó Krishna, azt mondja, mindenkit vonzó. Ki ez a Krishna, ki ez az Isten, ki ez az Istenség legfelsőbb személyisége? Parashara Muni, Vyasadevnek az apukája, a Vishnu Puránába adja egy következő meghatározás, tudományos meghatározás, ki lehet Isten valójában, vagy ki nem lehet Isten valójában. És akkor mondja, Aishvaryasya Samagrasya, Viryasya Yashasya Shriya, Gyana Vairagyas Chaiva, Sannam Bhaga Itigana. És következő, ami mondja ez a vers, hogy Isten teljes, tökéletes mértékben, végtelenség mértékben rendelkezik. Aishvaryasya Samagrasya Viryasya, ez azt jelenti, hogy végtelen erővel rendelkezik, hírességgel, ő leghíresebb, leggazdagabb,
az egész gazdaság az övé, teljes tökéletes tudással rendelkezik, végtelen szép és tökéletesen lemondott. Ez a hat tulajdonság, aki rendelkezik ezzel a hat tulajdonsággal, az Isten. Például erő. Az ő energiái által Isten teremti, fenntartja a világot úgy, hogy neki személyesen nem is kell ebbe venni részt. Ez az ő hatalma, hanem, ahogy Srila Prabhupád magyarázza a Önmegvalósítás tudományú című könyvben, az egész anyagi világnak a működését Isten irányítja a filistenek által. Akkor, hogyha valaki nagyon híres, de akkor nem lehet mondani, hogy ő leghíresebb, de Isten mindenhol tudják róla, hallották, ő leghíresebb. Tudás, tökéletes tudással rendelkezik, lehet, hogy ember meg tud jegyezni, sok mindent megtanulni és a Nobel-díjat nyerni, hogy a Földön legnagyobb tudással rendelkezik, de senki se fog tudni mondani, hogy ő abszolút tudással rendelkezik, mert Isten azt is tudja ki, hogy mit gondol, miről gondol, mit érez, hogyan működik az atom, az energiák, és így tovább, szóval tökéletes tudással rendelkezik, minden abszolútról tud. Ez a hatféle fenség, ez a gazdagság gyakorlatilag. Szépség és gazdagság, hírnév és egyféle gazdagság, ugyanakkor pénzi gazdagság, ez is egy gazdagság, de teljes mértékben csak, aki teljes mértékben rendelkezik ezekkel a hatféle gazdagsággal, az Isten. És ilyen csak egy létezik. És védikus írások mondják, hogy ő Krisna. Ugyanakkor ő megteremtette végtelen lelket, mi vagyunk, azért teremtette, mert Isten Satchit Ananda Vigraha. Sat öröki létezik, Chit tudattal, tudással rendelkezik. Ez azt jelenti, hogy érzelmekkel. Ő nem egy számítógép, hanem egy érzelmi lény. És Ananda boldogság, Isten ebből áll. És a boldogság ez a szeretet. Ananda, Vigraha, és van egy forma. Isten rendelkezik formával. Nem valami gombóc, vagy tűz, vagy fény golyó, hanem ő rendelkezik csodálatos formával. Ezért mondják szó Krishna, arra is utal, hogy neki van szépsége, szép formája. Ezért mi itt is olvastunk, hogy ő legszebb. Ez azt jelenti, hogy egy energiagolyó nem tud lenni szép, lehet mondani, ó, milyen szép ez az energiagolyó. Nem, szép, amikor valaki személyes formával rendelkezik. És megteremtette lelkeket, miért? Azért, mert a boldogság, maga Isten a szeretet, akkor lehet ezt a szeretetet élvezni, amikor legalább ketten vannak. Mert például van méz, és a méz van üvegbe. És mikor mondjuk, igen, méz, édes ízű. Jó, de hol van ez az édesség? A mézbe? Vagy a nyelven? Az édessége akkor értékes, amikor a nyelvvel találkozik a méz. Akkor lehet ezt az édességet tapasztalni. Ugyanúgy a szeretetet akkor lehet tapasztalni, mikor ketten találkoznak a szerető tárgy és a szeretet hordozó. Így ahhoz, hogy Isten élvezen a szeretetet, a Ananda legyen dinamikus és érezhető, nem csak mert Ananda boldogság nem tud lenni egy ilyen valami megfagyott dolog, hanem ez a sokszorosság, sokszorosítás, változatosság és így tovább, ehhez ő kiterjesztette magát lelkekbe, és így lettek a lelkek, mint mi vagyunk. Azért teremtette lelkeket, hogy együtt velük élvezen a szeretetet. És vannak lelkek, akik eltérték ebbe a világba, elfelejtettek róla, akkor jó, mindig hozzájuk jön a szál alá, vagy küldi a fiát, vagy másféle képviselőket, hogy
ébredjenek fel a lelkek, és visszamenjenek a saját eredeti helyzetbe, ahol nincsen háború, nincsen halál, nincs betegség és öregedés, hanem tökéletes viszonyok vannak Istenség legfelsőbb személyiséggel, nem olvadnak egymásba, hanem mindig külön egyéniségek, személyiségek maradnak, és a szeretet viszonyunkban tökéletesen boldogok lesznek. Ezt jelent, hogy Krishna. A végére szeretnék még egyszer ajánlani, hogy mondjuk háromszor Hare Krishna mantrát a világ békéért. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Köszönöm szépen figyelmeteket, lájkoljatok a videót, mert hogyha értékeltek ezt az információt, és lájkolva van a videó, akkor a YouTube, Facebook algoritmus fog jobban elérhetővé tenni a mások személyek számára, hogy többen is lássanak. Még egyszer, köszönöm szépen. Hare Krishna!